Harmonikus párkapcsolat titkáról beszélgettünk dr. Belső Nóra pszichiáterrel, várta a nézői telefonokat, és azt mondja, hogy érkeztek is. Igen, volt jó néhány telefon, ami az érdekes, hogy nem a párkapcsolatban érintett felek, tehát a férfi vagy a nő telefonált, hanem a nagymama, hanem a kívülről asszisztáló családtagok, akik aggódva nézik, hogy mi lesz ezekkel a mai fiatalokkal, gyerekekkel, mozaik családokkal, tehát ami nagyon érdekes, ami kijött a telefonokból is, hogy mondjuk aggódó nagymama vagy anyuka elsősorban azon, hogy ami most ugye divatos szó ez a mozaik család, amit az előbb is mondtam, hogy már elvált gyermekekkel rendelkező párok összekerülése, az milyen családi helyzeteket, adott esetben konfliktusokat, vagy éppen pozitívumokat hozhat a meglévő családok életébe. Ezzel volt kapcsolatos két telefonhívás, akkor volt egy édesanya, aki így a... Hát amúgy én szerintem a Mama Hotelt otthon biztosítván, ám de azon aggódván, hogy az ő fiának soha nem lesz igazi, mert hogy mindig amikor komolyra fordulna a dolog, akkor szakítás következik. Ez pont amiről beszéltünk az legelején, hogy ha dolgozni kéne rajta, akkor esetleg nem dolgozik. Úgyhogy visszarímeltek a telefonok a beszélgetésünkre. Sok esetben a párkapcsolatban élők nem is veszik észre ezek szerint, hogy ők miben vannak benne, tehát hogy van egy állapot, amitől mondjuk szenvednek, és csak mondjuk kívülállóként lehet látni, hogy igazából szétmarják egymást, de benne a párkapcsolatban nem érzik konkrétan, hogy mi történik. Hát sokszor kívülről azért tényleg másképp látni a dolgot, tehát nyilván ezért is működnek a párterápiák, ahol egy teljesen érzelmileg kívülálló ember kívülről tekint rá egy kapcsolatra, és hallgatja végig azokat a problémákat, amiket vagy megfogalmaznak, vagy felfejtünk, és akkor együttesen fogalmazunk meg, de egész másképp néz ki kívülről. Nyilván egy szülő azért elfogult, tehát hogyha én anyukaként azt látom, hogy a kicsi fiamat kihasználja az ő barátnője, és bizony mennyire rossz neki, a kicsi fiam meg szívesen tesz meg bármit, hiszen olyan dolgokat kap vissza, amit meg az anyukájától úgyse fog tudni megkapni, akkor nekem ehhez azért alapvetően semmi közöm, vagy hogy mondjam, tehát ezt el kell tudnom viselni. De a problémákat is gyakran belülről másképp látja az ember, vagy a saját érzelmi szűrőjén keresztül másképp dolgozza fel. De ha már szakértőhöz mennek, akkor már biztos, hogy javítani akarnak egyébként a fennálló mondjuk rossz helyzeten, ugye? És hát ez megint a kapcsolat stádiumától függ. Nagyon sokan nagyon korán elmennek mondjuk így az a tapasztalat pár kapcsolati terápiába, vagy ilyen segítségért. Egyszerűen csak azért, hogy felvilágosultak, és hogy kívülről egy ránézést kapjanak, vagy adott esetben, ha egy-egy problémát nem tudnak megoldani, akkor arra kapjanak tanácsot, vagy segítséget. Hosszú távon pedig érdekes, hogy egyre többen jönnek el például a válást megelőzően, akár hosszú évtized együtt élése után, hogy egyáltalán hol tart ez a dolog, és hogy békében tudjanak elválni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem mindig az a cél, hogy a kapcsolat jobban tudjon működni mondjuk 25 év után. Az is cél lehet egy ilyen terápiában, ha már erről beszélünk, hogy megértsük azt, hogy miért nem működik sok esetben, mert ilyen is van. Tehát én egyébként azt szoktam mondani, hogy nagyon sok esetben megfogalmazható lenne az, hogy nem a válások száma sok Magyarországon vagy világszerte, hanem szerintem sokkal több házasságnak nem kéne létrejönni eleve, mert nem tudatosan mennek bele. Igen, csak folyamatba. A rózsaszín ködben. Hát a rózsaszín köd az persze az. Nehéz megítélni. Ez így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.